Teszt, nincs koronavírusos beteg a Paksi Életfa idősek otthonában. Műszaki vizsga, sokan éltek az elhalasztás lehetőségével. Betörés, új cipőt szeretett volna a 30 év körüli paksinő, elfogták a rendőrök. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Negatív lett az összes lakó koronavírus tesztje a Paksi Életfa idősek otthonában. Szabó Péter Paks polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, az otthonban élőket még csütörtökön tesztelték. A város vezetője kiemelte, a koronavírus negatív eredménye az ott dolgozók munkáján kívül annak is köszönhető, hogy az intézményben függetlenül a járványtól minden nap betartják az összes higiéniás szabályt. Nem csak az ott dolgozóknak, hanem a hozzátartozóknak is szeretném ezúton is megköszönni, hogy ők is betartják a szabályokat. Tudom, nagyon nehéz azt megállni, hogy ne látogassuk meg szeretteinket. Az idősek otthonában éppen ezért vagyok nagyon hálás az összes paksinak, illetve a hozzátartozóknak, hogy nem látogatták, és még hát sajnos nem is tudják látogatni az elkövetkezendő időszakban sem az ott lakó szüleiket, nagyszüleiket. A negatív eredményt a gyógyászati központ vezetője is értékelte, a sajtótájékoztatón elhangzottakról részletesen beszámolunk a csütörtöki híradóban. A veszélyhelyzet miatt a Központi Gazdaságvédelmi Intézkedés sorozat részeként az elmúlt héten született kormányzati döntés, amelynek értelmében a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Szabó Péter polgármester Közélet közelről című magazinunkban egészségügyi vállalkozókat érintő iparűzési adókedvezményekről is beszélt. Járvány elleni védekezési alapot hozott létre a kormány a járványügyi védekezés és a gazdaság újraindítása érdekében szükséges források és kiadások elszámolása céljából. A gazdaságvédelmi intézkedés sorozat részeként a belföldi gépjárművek után 2020-ban befizetett adó ebbe az alapba kerül és nem illeti meg az önkormányzatokat. A gépjárműadó Paksot 81 millió forint értékben érinti. Én azt gondolom, hogy ezt az összeget szintén rendelkezésre tudjuk bocsátani. Tehát olyan a Paksvárosnak a költségvetése, hogy ez a 81 millió forint, azt nem mondom, hogy nem fog hiányozni, de meg tudjuk hozni azt az áldozatot, hogy az ország érdekében, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz az alaphoz, amit ugye Magyarország kormánya létrehozott. A költségvetés összeállítása nagy odafigyeléssel, gondossággal történt, mondta el Szabó Péter polgármester Közéleti magazinunkban. Úgy terveztük ezt a költségvetést, hogy az ilyen jellegű kiadásokat én azt gondolom, hogy meg tudjuk tenni. Emellett iparűzési adómentességet is ad bizonyos vállalkozóknak az önkormányzat. Úgy döntöttem polgármesterként, hogy a 20 millió forint alatti jövedelemmel, adójövedelemmel rendelkező vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára elengedjük az iparűzési adót, hiszen már a március óta, meg még az előttünk álló időszakban is elég nagy a leterheltsége ezeknek a vállalkozó háziorvosoknak, gyermekorvosoknak és fogorvosoknak, és ezzel kapcsolatban egyébként több a kiadásuk is, úgyhogy ezen szeretnénk segíteni, hogy a munkájukra tudjanak összpontosítani. Szabó Péter hozzáfűzte, az ide vonatkozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy elengedjék 1000 réteg számára az iparűzési adót, ezzel is segítve a Pakson tevékenykedő egészségügyi dolgozókat. A fennálló különleges jogrend és a veszélyhelyzet értelmében többek között a gépjárművek műszaki vizsga érvényessége a veszélyhelyzet hatáját követő 15 napig fennáll. A cégekre, jogi személyekre a rendelet nem vonatkozik, és egy esetleges baleset vagy károkozás során sem fizet a biztosító, ha azt olyan járművel követjük el, amelynek a műszaki vizsgája lejárt. Fékpadon az autó, műszaki vizsga zajlik az egyik paksi szerelőműhelyben. A fennálló különleges jogrend és veszélyhelyzet értelmében többek közt a gépjárművek műszaki vizsga érvényessége a veszélyhelyzet hatáját követő 15 napig fennáll. Ez biztos, hogy befolyásolta a mi munkavégzésünket is. Ugye, ahogy az emberek kezdtek otthon maradni, mindig kevesebben autóztak,
mindig kevesebb volt a bejelentett hibaelhárítás, műszaki vizsga, gépjárműjavítás. Hát mi is rákényszerítünk arra, hogy az áprilist heti 10 órás munkarendbe vissza kellett venni, mert ennyi megrendelésünk volt. Sokan éltek a műszaki vizsga elhalasztásának lehetőségével, pedig a rendelet nem mindenkire vonatkozik. A témával kapcsolatban a Magyar Vizsgáló Állomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testülete hivatalos állásfoglalást kért és kapott az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, amelynek tartalmát Vajda József ismertette. Csak a magyar természetes személy, akinek meghosszabbodik a vizsgaengedélye, a jogi személyekre ez nem vonatkozik, illetve bújtatottan egy olyan cikket hoz elő, hogy a KRESZ-nek meg kell felelni mindenképpen az autónak. A levélben egészen pontosan ez áll, idézem, a közúti közlekedésben való részvétel szabályaira, valamint annak ellenőrzése és a feltárt jogkövetkezményekre vonatkozó szabályozás nem változott. Tehát többek közt egy esetleges baleset vagy károkozás során nem fizet a biztosító, ha azt olyan gépjárművel követtük el, amelynek a műszaki vizsgája lejárt. További problémát vet fel az is, hogy ha a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül szeretné minden tulajdonos újra vizsgáztatni autóját, arra előreláthatóan a műszaki állomásokon nem lesz kapacitás. A vizsga biztosok számából és a darabszámból egyértelműen ki lehet számolni, hogy egy műszakban mennyit lehet megoldani. Ez többre úgyse leszünk képesek, mert ez csak túlórába, vagy egy szombat beiktatásával, vagy két műszakban, vagy nem tudom, hogy ez hogy lesz. Végezetül a Magyar Vizsgáló Állomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testülete kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az említett anomáliák miatt még a veszélyhelyzet ideje alatt se hagyják lejárni autójuk műszaki engedélyét. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel elhalasztja a májusra tervezett lomtalanítást a szolgáltató Vertikál Nonprofit ZRT, a zöld hulladék elszállítás azonban a megszokott rendszer szerint történik. A cég honlapja hamarosan megújul, amely a Paksi térséget érintő legfontosabb híreket és információkat is tartalmazza majd. A témáról bővebben a csütörtöki híradóban számolunk be. Ma már elektronikusan is intézhetjük adóügyeinket, így a legszükségesebbekre korlátozható a személyes kapcsolat a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársaival, működik az ügyfélszolgálati és ügyintéző rendszer, a NAV honlapján pedig minden információhoz hozzájuthatnak az ügyfelek, azokhoz is, amelyek őket a jelenlegi veszélyhelyzetben segíthetik. Az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszert már hosszabb ideje működteti a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Most a koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében arra kérik ügyfeleiket, hogy a személyes kapcsolat helyett ezt a rendszert használják folyamatban levő ügyeik intézéséhez. A telefonos ügyintéző rendszerben többek között javítható a papíron is benyújtható bevallás, kérhető adó és jövedelemigazolás, adónemek közötti átvezetés, be lehet jelenteni például levelezési címet, de az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére is be lehet jelentkezni. A telefonos ügyintéző rendszer hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16 óráig, pénteken pedig 8.30-tól 13 óra 30 percig ingyenesen hívható a 0680 20 21 22-es telefonszámon. Az ügyek kizárólag azonosítást követően intézhetők, ehhez ügyfélazonosító számra van szükség, mely a TEL elnevezésű nyomtatványon kérhető. Ez a nyomtatvány a NAV mobil eszközről is elérhető nyomtatvány kitöltő alkalmazásán keresztül tölthető le. A rendszert az eddigi tapasztalatok szerint sokan használják, de még mindig nem elegen. Annak ellenére, hogy hangsúlyozzuk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben lehetőleg minél inkább az elektronikus ügyintézést, illetve a telefonos ügyintézést alkalmazzák az ügyfelek, hogy ugye mind a munkatársaink, mind az ügyfelek védve legyenek, elég sokan jelennek meg az ügyfélszolgálaton. Ott viszont most ütemezett ügyfélfogadás történik. Ez azt jelenti, hogy ahány ügyintézési ablak nyitva van, annyi ügyfél tartózkodhat egy időben az ügyféltérben, és csak a szekszárdi központi ügyfélszolgálatunk van jelenleg nyitva, csökkentett nyitvatartással az is. A kirendeltségek szinte az összes, így a Paksi is jelenleg zárva van. Közeleg az adóbevallások május 20-ai határideje. A bevallási tervezetet már vagy postán, vagy az ügyfélkapun keresztül megtekinthették az ügyfelek. Fontos, hogy az elkészült adóbevallásban szereplő adatokat összevessék igazolásaik adataival.
magánszemélyeknek és azoknak a tavaly egész évben katás vagy evás egyéni vállalkozóknak, akik volt főállásuk és kaptak munkabért, amennyiben a tervezett adataival egyetértenek, és nem kell kiegészíteniük egyéb olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, akkor nem kell tenniük semmit, mert a tervezetből május 20-án automatikusan bevallás lesz. Ez viszont nem érinti az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket, mert nekik továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az SZIA bevallást. Ezt számukra is megkönnyíti a NAV által összeállított tervezet. Az abban szereplő adatok kiegészítése után nyújthatják be bevallásukat. Rajtuk kívül azoknak, akik tavaly szereztek olyan jövedelmet, amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezményre, amit évközben nem érvényesítettek, de egy összegben igényelnek vissza, maguknak kell módosítaniuk, vagy önállóan kitölteniük adóbevallásukat. Szeretett volna egy szép új cipőt, ezzel védekezett kihallgatásán az a 30 év körüli nő, aki a gyanú szerint a napokban betört egy paksi cipőboltba, a 36-ostól kezdve egészen a 41-es lábbelékig válogatott. Az üzlettulajdonos kérdésünkre elmondta, hogy a legdrágább cipőket gyűjtötte össze, majd mindent magával vitt. A becslések szerint akár megközelíti az 1 millió forintot, a rendőrség eljárást indított. Hiányzik az ablaka a cipőboltnak, alig pár szilánk maradt a keretben, a képeket a rendőrség készítette, a párkányon két jókora kőhever, ezeket használta a napokban a betörő, egy paksi cipőboltot szemelt ki magának, az ablak betörése után a legdrágább lábbelik közül válogatott, mondta híradónknak az üzlet tulajdonosa. Méretileg vitt minden méretet, tehát 36-tól 41-es méretig, ami megtetszett, egyébként meg kell jegyeznem, jól válogatott, tehát jó márkákat szedett össze. Cipőkön kívül fürdősókat és különféle kozmetikai termékeket is elvitt, arról, hogy baj van az üzletben, a szomszédja szólt a tulajdonosnak, amikor a bolthoz sietett, valósággal sokkolta a látvány. Szihésen nagyon rossz a látvány, tehát hogy aki ismeri ezt a boltot, azért ebbe általában mindig rend van. Próbálunk figyelmezetten tartani a cipőket a polcokon, és azért minden össze volt jóformán forgatva. Az üzlet a betörés óta nyitva tart, de a teljes rendrakás még várat magára. Próbáltuk a rendet visszaállítani a boltba, amennyire lehetett, próbáltuk a helyszínek után ezeket a kormokat feltakarítani, de hát rend az még, az igazi rend az még odébb lesz. A rendőrök a betöréssel egy 30 év körüli nőt gyanúsítanak, a kihallgatásakor azt mondta, csak egy új cipőt szeretett volna, ehhez képest nem csak lábbeliket zsákmányolt. Laptopot, táskát, kabátot és mellényt tulajdonított el. Kollégáim rövid időn belül elfogtak egy paksi hölgyet, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Őt ki is hallgatták gyanúsítottként, lopás elkövetése miatt. Aki a hölgy el is ismerte a bűncselekmény elkövetését, vele szemben a paksi rendőrkapitányság vizsgálati osztályán folytatják tovább a büntető eljárást. A betörő szabadlábon védekezik, a cipőbolt vezetője azt tanácsolja a paksi vállalkozóknak és üzlettulajdonosoknak, hogy szereljenek fel kamerákat és riasztókat, a koronavírus járvány időszakában ugyanis alacsony a járókelő forgalom, így egy-egy betörést később lehet csak észrevenni. Szerdán este kevés fátyol felhő várható, majd kiderül az ég. Csapadék nem lesz, a délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +4 fok között alakul. Csütörtökön napközben fátyol felhős idő várható szűrt napsütéssel. Csapadék nem lesz, a déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!